Újabb gólyapár tűnt fel Beleden. A költöző madarak most nem az iskolánál, hanem a posta mögötti fészekben tartózkodnak. Általában a reggeli vagy az esti órákban lehet látni a madarakat. Molnár István természetfotós elmondta, ebben az évben a gólyák már nem nevelnek fiókákat Beleden. Hát, június 6-a óta itt vannak ezek az két madár. Az egyik egy gyűrűzött példány, valószínű ő a hím. 4 éves, annyi információt be tudtam szerezni a Madártani Egyesülettől, meg a Kisalföldi Helyi Csoporttól, hogy valószínű, hogy a hím, bár az ivarát nem állapították meg 4 évvel előtt, májusban gyűrűzték. Május 20-a környékén, 25-e környékén még Csónnál látták, ottan fényképezték, ugye észlelték, és utána került ide. Valószínűnek tartom azt, hogy vagy egy új párt jött ide fészket rakni, mert az iskola melletti fészekből a fészekanyagot áthorták, és elég jól rendbe hozták a postai fészket, postaudorán lévő fészket, és hát ugye az idén már nem fognak röptetni, nem nevelnek fiókát, de elképzelhetőnek tartom, hogy a itt eltűnt hím helyére, és azt szokott mindig előbb megjönni, rendbe tenni a fészket, várni a tojót, annak a helyére lépett ez a madár, vagy egy új, teljesen új párt alkotva költöztek ide gólyák, mindenképpen örömteli esemény, tehát azt mondom, hogy mindenképpen jól jártunk vele, hogyha a régivel alkot egy új párt, vagy ha egy új, teljesen új párt, mindegy, csak gólya legyen itt a faluban. Hát most véletlenül nem költenek, tehát tojást sem raknak, illetve hát az időszak már javába elment, hiszen nézzük hát a környékbeli településeket, ott már a kisgólyákat röptetik a szülők, tehát a következő évre kell várni, hogy ne talántán ismét visszatérnek, és... Igen, szóval azt mondom, hogy az idén már biztos, hogy 1000%, hogy nem fognak fiókát nevelni, de szoktatják magukat a fészek, ez rendbe tették. Volt az elején egy ilyen csúnya kis malőra, akkor valószínűsíthető, hogy a tojóval, hogy benyelt egy valahogyan egy nájlonzacskót, elég sokáig be volt neked csőrével ragadva, de aztán kidolgozta magával, tehát azért még érdeklődtek is a Madártani Egyesülettől, hogy sikerült neki azt kiszedni. Én azt mondom, hogy sokszor látom őket, tehát reggel meg este vannak csak itt a fészkükön mostanában. Volt, amikor egész nap ült a fészkén az egyik, a tojó, de nem valószínű, hogy tojások volna, hanem pihengetett, vagy nem ment el vadász, vagy táplálékért. Sokszor láttam őket ki, főleg most, ahogyan az aratás megkezdődött a tarlókon, a hántolt tarlókon élelem után kutatva, megismertem őket, mert hogyha párba vannak, mindig párba jártak, és mind az egyik gyűrűs volt mindig. Tehát számíthat rá Beled közössége, a város, hogy ez a gólyapár azért megmaradhat a településen. Reméljük, megmarad. Mindenképpen színfoltja egy településnek, és nagyon az negatív tendenciát mutat a fióka nevelési rátájuk neki. Tehát amikor volt ilyen időszak 4-5-6, hát az ritka, de 4-5 fiókát szoktak nevelni, most 2-3 a leggyakoribb, de nagyon sűrűn előfordul, csak egy fiókát nevelnek. Mi az ok annak, hogy például más településeken, Szanynál, ott nagyon sok gólyafészek van? Ott azért van ám Szanyba is, meg a Csalagon is elég sok gólyafészek van, ez betudható annak, hogy nagyon jó táplálkozási területek vannak ott a Szanyba, az Öregrába, Ártér, annak a tocsogói kiöntései, a csalagiaknak ott a nyirkai hagy, meg az oszlihagy, azoknak a réteken találnak elég táplálékot, és elég nagy vitalitású szaporulatok vannak, tehát 3-4-5 fióka, 5 az ritka volt, de azt mondom, 3-4 fiókát majdnem mindig neveltek. És rengeteg fészek volt, már tavaly egy kicsit megcsappant a számuk, nekik az idén nem voltam a Csalagon megnézni. Érdemes lenne egy ilyen jó körutat lejárni, most valahogyan a Madártani Egyesület szakemberének, hogy fölmérjék, hogy valójában mi is a gólyákkal a helyzet. Meg hát azért elég jól megcsapad minden költöző madarunknak a visszatérése, meg a fióka nevelési intenzitása. De akik most nevelnek, vagy az, ha párokat nézzük, akár Kapuvárnál, akár Szanynál, Hacsalagnál, vagy mondhatok rámaközi településeket, hát 3, ne talán 4 kis gólyát is látni. Igen, az idei év, hál' Istennek, május szárazság után a fiókanevés időszakban jött elég csapadék, és azáltal ugye a
táplálékuk is feldúsult, nekik már ez a nagy szárazságban nagyon nehezen találnak táplálékot, nagyon nehezen mozdulnak a bogarak, rovarok, hüllők, kétértőek, amik a táplálékukat jelentik. De ezekkel az esőkkel ott is megindult a szaporulat, a mozgás, és az könnyebben jutott a zsákmányhoz. Mindig az adott évnek, amik a táplálék bősége vagy épp a hiánya határozza meg a fióka nevelési rátájukat. Tehát amikor kevesebb a táplálék, kevesebb fióka kerül röpképesé vagy életképesen ki a fészekből, amikor jó időszak van, jobb a táplálék szerzési lehetőség, akkor meg nagyobb a fióka szám. Tehát ez mindig ilyen rapszodikusan hullámzik.